Köszöntök mindenkit, ez itt a One More Game és a Flotsamnak a harmadik epizódja, és hölgyeim és uraim, a mostani részben megpróbálunk stabilizálódni, és mint ahogy azt a játék is mondja, törünk előre, megyünk előre a térképen, meglátjuk, hogy hova jutunk el, ami azt jelenti, hogy most egyelőre ide tudunk elmenni, aztán mehetünk ebbe az irányba, és utána jöhetünk tovább az ismeretlen felé. Ezt a zónát mi már nem ismerjük, egyetlen egy üzemanyagunk van, amit itt tudunk felvenni. De lehet, hogy ezt az egy üzemanyagot arra fogom használni, hogy valamilyen irányba középről kimozduljunk, és az öt sáv valamelyikét válasszuk. Annak érdekében, hogy találjunk esetlegesen még egy ilyen elhagyatott gyárépületet. Ez lesz konkrétan a célunk. Ugye valószínűleg ezt tartalékoljuk, ezt az egy olajat, és közép irányba fogunk haladni. Illetve ami nagyon-nagyon fontos, csinálunk még néhány tűzifát, mert fából elég nagy hiány van így a mostani időkben, és itt műanyagot kapkodunk fel, ez pedig elindul a sziget irányába? Igen. Kíváncsi vagyok, hogy itt miket találunk. Kíváncsi vagyok. És a bójákat, 3 darab hal az, amit még meg lehet halászni. És úton van az egyik. Igen, itt is van. Itt is van. Úton van az egyikük. Jó. Lesz még hal, egy kicsit rápörgetünk itt a sebességre, hölgyeim és uraim. Megnézzük, hogy eközben mit találunk itt ezen a szigeten. 5 darab szárított fát. Jó. Az mondjuk úgy egészen jó. És a kések, villák kezdenek eltűnni az embereink feje fölül, ami egy nagyon-nagyon nagyszerű hír. 13 fa van még mindig. Mindig hozzáadunk néhányat így a fákhoz. A kapacitásunk, a raktározási kapacitásunk az egészen szuper. 10 darab fát találtunk, ami nagyszerű. Tűzifa lesz belőle, abból pedig kaja, abból pedig víz. Így az elkövetkezendő időkben. Szerintem a jelenlegi populációnk az teljes mértékben jó lesz. Talán nagyon-nagyon kevés tapasztalatom van a játékkal kapcsolatban. Ők... Hát ezt kiveszem. Ezt mindenféleképpen kiveszem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mind a 7 emberemnek van ágya, és arra vagyok kíváncsi, hogy ennyi embernél, ekkora létszámnál tudunk növekedni? Nem, ide tudunk tovább menni, és innen a víz irányába mehetnénk, de az ismeretlenbe fogunk törni. Ez lesz a mai játékunknak a célja, hölgyeim és uraim. És emeljük még többre a tűzifát. Mondjuk végtelenítheném is esetlegesen, de... 46 műanyagunk van. Jó lenne akkor, hogyha most már a fát céloznánk meg. Igen, itt vagyunk a fánál. És körbenézek, mert ide azt mondja, hogy 2 hajót rendelek el. Itt van még egy kis műanyag. És mi az, ami folyamatos? 1, 2, 3, 4. 4 ember az, aki folyamatosan elvégez valamilyen feladatot. Illetve 3, akik hajóra ülnek. Tehát lehet azt mondani, hogy amennyiben elfogy itt a feladat, akkor a szállítmányozással foglalkoznak a derék embereink. 4 darab tűzifánk van, úgyhogy lehet, hogy én azt mondom, hogy ez itt állandó legyen. És megnézem, hogy itt lesz a szigetet. Újabb 5 darab fa! Újabb 5 darab fa! És túrjuk át, 20 darab fa. És még mindig van mit kiaknáznunk innen. Igen, fát kell beszállítanunk, nyers fát a lehető leggyorsabban. És már folyamatban is van. Oké, már folyamatban is van. Egy hajónk ment el nyers fáért, és a szárítókat fel is tudtuk pakolni most már, hogy tudjanak dolgozni, és itt kaptunk még plusz 10 darab fát, ami nagyon-nagyon nagyszerű lesz. És elfogyott a tűzifa. Elértük ezt a pontot. És a kérdés az, hogy 3 épületet ellát-e esetlegesen ez a workshop. Woodworking shed, jobban mondva. 5 darab tűzifa van bent, ott nincsen tűzifa. A kajánk végre pozitívat mutat. Végre! 20 darab fánk van, megnézzük szépen, hogy itt az emberünk mit fog még kisajtolni ebből a helyből. Hát, jó lenne egyébként, hogyha lenne prioritás. Mert ez még itt folyamatban van. Nincsen kipakolva. Valószínűleg nincsen kipakolva. De ki van pakolva? Hal nincsen kipakolva. Na, talán most elindulunk. Talán most elindulunk, és hát, ha találunk még valami érdekességet. Fémet nem valószínű, hogy fogunk. De talán kaját. A konzerv az jól jönne. Nem, úgy döntött, hogy én nem foglalkozok azzal a szigettel. Foglalkozzon az, akinek hatanya van. De én segítek, hogy ez az érzés így elmúljon benne. Úgyhogy egy hajóra leredukáltuk azoknak a számát, akik a fa begyűjtésével, a vizes fa begyűjtésével foglalkoznak. Szigorúan 2 kajánál vagyunk, ami mit
6 darab van itt, tűzifából van még 3. Oké, mehet folyamatosan, ott van még 7. Itt van bent 2 tűzifa, itt 0 tűzifa van bent. És csökken a vízünk. Csökken a vízünk. Tehát valamit másképp kellene csinálni. Na jó, lássuk a tudományt. Itt van nekünk ez a vízpárlónk, amihez műanyagunk az van. 18 darab fa az, ami konkrétan nincsen. Ezt elindíthatnánk, mert nem kell energiát belefektetnünk, és lehet, hogy mondjuk az, a vízfogyasztást azt egy emberrel mondjuk vissza tudna adni a 20%-át. Még az is nagyon jó lenne. Nagyon-nagyon elenyésző 7 embernél, és lehet, hogy ezeket kellene a lehető legjobban, leggyorsabban lecserélni. Úgyhogy van egy olyan érzésem, hogy nekünk rá kellene menni a high-tech dolgokra, mint például a dezalinátorra. Erre. Igen, csak hogy ehhez kell csavar. És csavarokat pedig ennél az épületnél tudunk elkészíteni, mi az 16 darab fém kell, úgyhogy mindenféleképpen pozitív lesz és eredményes, hogyha tovább megyünk ide, és innen szedjük össze a dolgokat. Halal, hogy állunk? 20 hal van. A tűzifa miatt nem nagyon tudunk sütni, de amíg nem halnak ilyen az embereink, addig maradhatunk nullánál vagy egy-kettő kajánál. De lehet, hogy ebből le kellene majd pakolnunk még egyet. Lehetséges. Megnézzük majd, hogy hogy lesz eredményes. Ugyanis halat elég jól szedünk össze. Halbójákból még van 2 darab. Egy van itt, ami tartalmaz 25 halat. Egy pedig van itt, ami tartalmaz szintén 25 halat. Tehát 50 halat tudunk még kinyerni erről a területről konkrétan. Illetve van még egy szigetünk, amiről nem tudunk szinte semmit. Ugorjunk szépen ide-vissza. Hogy állunk az inventory-val? 135 gyűlnek a cuccok, hölgyeim és uraim, ami nagyon-nagyon nagyszerű lesz. Lehet, hogy egy hajót még le kellene raknunk, mondjuk, hogy gyorsabban kiaknázzuk a halakat a térségből. 2 hajóval. És tudjunk szigeten levő, városunkban levő munkát végezni. Ez is egy alternatívaként eszembe jutott, hogy nagyon gyorsan kiaknázni azokat az erőforrásokat, amik ugye itt az aktuális zónában vannak. És a kiaknázott erőforrásokat követően pedig feldolgozzuk, nem pedig párhuzamosan csináljuk a dolgot, ami nem jelent úgy igazán problémát, mert végül is ugyanaz lesz, csak akkor sokkal tovább fog tartani a két feladat így egyszerre. De inkább pörgessük meg a dolgokat. 7-8 vízünk van. Az nem nagyon akar túl csordulni, még akkor sem, hogy a 2 van. Következő épületem valószínűleg majd a Scrapsmith lesz. És csavarokat és csöveket fogunk készíteni, azt követően pedig megpróbálkozunk ezzel az épülettel, amihez szükségünk van 6 csőre és 20 csavarra. Nem tudom, hogy egy fémből konkrétan mennyi jön ki, de a mai nap folyamán ezt én unlockolom is. Mindenféleképpen az lesz a feladatom, hogy kiderítsem, hogy vajon... Ó, 5 darab tűzifát találtunk, és még mindig ki tudjuk aknázni. 5 darab tűzi... jó, még folyamatban van a... Igen, most nézzük meg, hogy mit kapunk. Fát. Ugye? 10 darab tűzifát. Ez most mondhatni, hogy jól jön. 25 tűzifánk van, nem jön jól. Ja, oké, kicsikét leállunk a tűzifával. Azt a 2-t még ott megcsináljuk, és utána a szállítmányozással foglalkozunk. Az az ember, aki ide be van szorulva és folyamatosan a fának az aprításával van elfoglalva, őt átrakjuk másik munkafolyamatba. És így a már kész kaját el tudjuk szállítani, a tűzifát be tudjuk szállítani. Úgyhogy ezek nagyon-nagyon fontos feladatok lesznek. Az is egy jó ötlet lenne a készítők irányába, hogy jelöljük ki azt az értékhatárt az import és exportban, hogy milyen értékhatár alatt vigyen nyersanyagot. Ugye van egy kritikus értékhatár, amikor nem működik a munka, mert valami nincs. Elfogy például a tűzifa jelen esetben. És van egy, lenne egy figyelmeztető határ, mondjuk 5 alatt, és lenne egy optimális 5-től 10-ig. És mi ezt tudnánk állítani egy ilyen csúszkán? Hogy mondjuk lenne 2 a figyelmeztető határ, és ugye 10-től 2-ig, ez a 8 egység nem jelentene problémát. Ez akkor lenne nagyon-nagyon érdekes, hogyha nem ugye az 5/10-be gondolkoznánk, hogyha 5-nél több tárgyat el tudnának szállítani a hajósaink. De legjobb tudomásom szerint ez a játékban nincsen benne. 8 kaja és 2 tűzifa is még mindig van. Még mindig van. Itt megmentettük őket, itt volt minimális dolog. Ez egy nagyon gazdag sziget. 8 kaja. Na, az is.
Végre! Tűzifával. Három darab tűzifánk van. Pillanatok alatt így nem figyelek oda, és így fum, elmegy a tűzifa. Természetesen nem tűnt el a francba, itt van 6, itt van 8, és itt van 5 darab tűzifa. Ugye azt csinálta az ember, amit én valójában elképzeltem itt saját magam részéről, hogy amíg munkával nem foglalkozott, szállítmányozással foglalkozott. És vitte a dolgokat, hozta a dolgokat, tehát kell még egy ember minimum, aki azzal foglalkozik, hogy tárgyakat visz A-ból B-be. Az igazság az, hogy tűzifa az mindig kelleni fog, szerintem. Jelenlegi általam ismert egyetlen fűtő értékkel rendelkező tárgy, ez a tűzifa. És kivéve akkor, hogyha találunk ugye mást, ami nagyobb fűtőértékkel rendelkezik, faszén vagy egyszerűen csak szén, de nem hiszem, hogy a játékba benne van, az viszont nem zárja ki, hogy esetlegesen egyéb kutatások legyenek a játékba. Tehát nincsen tapasztalatom ezzel kapcsolatban. Na, ezt unlockoltuk, unlockoljuk még ezt az épületet is, és még így is van 14. Így is van 14 pontunk. Vasunk nem nagyon van, ide kell szerintem 26 darab vas, ide kell 16, 42, és nekünk van 13, hát nem tudom, hogy mennyi fémet tudunk majd összearácsolni. A tűzifánk az most el is fogyott, 5 darab van még a raktárba, és néhányat be is szortunk. Fullon vagyunk, nagyszerű, 10, és most vagyunk kész! 14 konzerv, 12 tűzifa és 20 darab fa. Hát ez zseniális. Ez nagyon-nagyon jó. Egy embert küldök el folyamatosan, hogy a fát szedje össze, illetve egy ember vagy a, hát halászata nem tudunk, mert nincs elég dokkunk. Az az igazság, de ezen tudunk változtatni. Ezen simán tudunk változtatni, 11 perc telt el a mostani játékból, és le is rakjuk az első épületünket, ami kulcsfontosságú lesz a jövőben, és eldönthetjük a későbbiek folyamán, hogy ide most halász szeretnénk, vagy gyűjtögetőt. Gyűjtögetőből szerintem mindig több kell egy picit, mint halászból. Mert ugye a halászatot tudjuk finanszírozni akkor, hogyha egy algatelepet kiaknázunk. Akkor itt egy ilyen hal telepen esetlegesen tudunk horgászni a saját zónánkon belül. És ugye fát meg össze kell szedni. Fát, műanyagot össze kell szedni, fémet, szigeteket át kell túrni. Tehát nekem olyan érzésem van, hogy gyűjtögetőből több kell. És lehet, hogy ez a következő épületem ez szintén gyűjtögető lesz. Ugyanis nyershalból 9 darab van, 17 kontra 7. Mennyit tettünk meg? 14-et. Oké, jó, nem akartam odaugrani. Tűzifánk szintén nincs. Raktárban van még egy kevés, hogyha fel tudjuk tölteni a készleteinket. Víz az még mindig probléma. De megnézem, egyetlen egy hal telepünk van. Úgyhogy lassan adott lesz, hölgyeim és uraim, hogy eltávozzunk ebből a zónából. 25 hal van, azt gyorsan meghalásszuk, bár lehet, hogy halászt kellene. Lehet, hogy halászt, gyorsan szedjük össze a halat, és utána a szigetünkön belül levő feladatokat lássák el. Mert a halat el tudjuk raktározni alapvetően. Nem tudom, lehet, hogy nem kellene annyira erőltetni ezt a halászatot, lehet, hogy a gyűjtögetést fogok, és majd utána fogok halászatra rámenni. Ugyanis, hogyha a nyersanyagot nézzük, még mindig pluszban vagyunk a hallal. De természetesen ez azért van, mert az előző részben vészesen kifogytunk ugye a nyersanyagból, és nem tudott dolgozni az épület, plusz még nem kattintottam arra rá, hogy termeljél valamit, barátom. Úgyhogy gyűjtögetés lesz a következő feladatunk, és lehet, hogy erről az oldalról fogjuk elkezdeni ezeket a hajókat, vagy ide még talán néhány raktárat lerakunk. És ez az oldal gyűjtögető lesz, ez pedig itt a... Az pedig ott a raktárunk. Ami azt jelenti, hogy ide lerakok 8 műanyag ellenében még egy területet. És fát, állj! Fát szedünk-e? Nem szerint, mert egyetlen egy bóját láttunk. Oké, akkor lehet, hogy elhagyjuk a zónát. Itt még van fa. Nyersfánk. Nincsen nyersfánk, bár az mondjuk eléggé messze van. Egyetlen egy hajót. Azaz kettő hajót még ide kiküldök. Kettő hajót. X-el megnevelik a területet, és kettő hajót engedélyezek, hogy megközelítse ezt a zónát, ugyanis hogyha elfogy a száraz fánk, akkor építkezni sem tudunk, illetve tűzifát sem tudunk csinálni, és ha nem tudunk tűzifát csinálni, akkor a termelésünk tökéletesen megáll. Egy hajó már el is indult, hogy elvégezze ezt a fantasztikus feladatot, itt is érkezik a hősünk, és a másik hajóba pedig valakinek bele kellene ugrani. Aludni nem alszik senki.
Jó, akkor lehet, hogy 2 karikát fogunk menni ezzel az egy emberrel. 10 fát már is hozunk befele. Igen, és ezért lenne jó ötlet ennek a gyűjtögető hajónak a lepakolása. Ja, mi nem csináltuk meg a kikötőt? Oké, kötél kell. De kötelünk volt. Volt kötelünk. Jó, arra le tudjuk majd rakni. 1, 2, 3 és 4. 1, 2, 3, 4 parkolóhelyünk van. Lepakoltuk a nyersfát. Ott van még egy hajónál, az gyorsan ki kellene szednünk. Építkezéssel töltjük az időt, úgyhogy annyira nem is nagyon kapkodok. Mi mindig el tudunk menni halakért, és ezt a maradék fát pedig összeszedjük. Elfogyott a fánk, hölgyeim és uraim, 17 darab tűzifánk van, vízből pedig egy korty sem. Tehát 7 embert nem lát el 2 épület. Jó, oké. Tovább kell mennünk, mindenféleképpen. Valamennyi vízünk biztos, hogy van itt bent. 1-0. Oké. 7 ember plusz a sirályt, 8 embert 2 nem lát el. Én olyan 6-ra tippelek. Körülbelül. Hogyha tippelnem kellene, akkor 6-ot mondanék. De megnézem, hogy mennyi hal van még ebbe a zónába. Ebbe a zónába van még, kérem tisztelettel, 5 darab hal, és ezt a fát, amint begyűjtöttük, megyünk is a következő régióra, és szerencsét próbálunk. Víztornyot nem valószínű, hogy találunk. Rengeteg kajánk van, tehát a halak nem lesznek, nem jelentenek gondot. Nagyon-nagyon jól jártunk ezzel a teleppel. Úgyhogy hölgyeim és uraim, összeszedtük a halat, megyünk ide erre a telepre, és megnézzük, hogy ez ebbe az elhagyatott városokba, illetve a megmaradt autópálya darabján található. Állj! Ó, ezt szeretem! Ezt szeretem, amikor így belerakja a számba a halat. Ezt nagyon-nagyon szeretem. Köszönöm szépen. Amilyen zord volt az előzőekben a játék, 75-nél járunk a halakkal. Fát is szeretnék kérni. Itt van a legközelebbi fa, szerintem. Egy darab hajót indítok el, a másik darab hajómat, mert ugye ezek darabokban vannak ezek a hajók. A másik hajómat pedig elküldöm a szigetekre. Amint kiürülnek ugye a nyersfától. És szükségem lenne, van is. Oké, még egy gyűjtögetőre. Na, akkor itt van nekünk egy 32 fémet számláló autópályánk. Illetve itt van egy sziget, hol kutató pontokat tudunk összegyűjteni, de én a fémet szeretném begyűjteni, mert nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyi fém felhasználásával készül el konkrétan a produktum. És lehet, hogy ebbe az irányba indítom el. Ide lerakjuk. Szerintem egészen jónak tűnik ez a koncepció. Egy hosszú 16-ost választunk, nem egy rövid 24-est. És le is vonta a nyersanyagot, ami nagyon-nagyon nagyszerű. Szeretném, hogyha felépítenék ezt a következő gyűjtögető hajót is, és amennyiben esetlegesen nincs lehetőség munkára, akkor elmehetnek az emberek gyűjtögetni, vagy össze is szedhetik akár azokat a fákat, amiket fel kellene használni. 11 darab fa van bent, ez itt teljes mértékben jó lesz. Ez itt teljes mértékben jó. Azt mondja, megcsinálunk egyet, 5 darab, oké. Végtelenített a feladat. Teljes mértékben jó, tűzi fánk. Aktuálisan 19 van. 22, oké. 3-4 kanyarnak kell megtörténnie, itt is van egy kis hal. Azt is begyűjtjük. Nem tudjuk? De tudjuk. Ott is van hal. Jó, oké, a halászattal nem lesz problémák. Most visszakaptuk a játéktól mindazt a kegyetlenségre való reflexiót, ami ugye a megbánás képében ütközik bele az arcunkba, és rengeteg hallal ajándékoz meg minket. Körbenézem még, nehogy úgy járjak, mint az előzőben, hogy itt a sziget környékén esetleg ott van valami hal, amit nem veszek észre, és én utána azt mondom, hogy hallatlan, hogy mennyire hallatlan a terület. Bolyákat számlálva van 4 darab zónánk, ugye van egy dupla zónánk, ami azt jelenti, hogy 125 hal horgászatára biztosít lehetőséget a játék. 15 darab tűzifa van, ami azt jelenti, hogy nem viszik el az emberek a tűzifát a vizes blokkokba, és egy idő után szerintem, hogyha elfogy a víz, szintén az életükkel fizetnek. Igen, csökken az emberem nekem, a szerencsétlennek az élete. De remélem, hogy életbe tudunk tartani még néhány embert. Ott
elkészültünk, nagyszerű. 14 darab fémünk van, jó lenne, hogy kipakolnátok. Oké. Okay. Jó. Egy hajót kipakoltuk. Egy újabb hajóval indulhatunk útnak, és fát is száríthatnánk, hogyha nem fémmel lenne tele. Viszont... Crafting. Ó, nagyon jó. Scrapsmith, mint következő épület. Érkezik is hozzánk, és megnézzük, hogy tűzifával teljes mértékben jók vagyunk. Én ezt ki is veszem, a maradék négyet még elkészítjük, majd egy pici várakozást követően pedig újra elindítjuk. Nyersalból van 7 darab, vízből egy csepp sem, és következőkben megpróbálkozunk valahogy vizet előállítani, csak tűzifát kell elszállítani. Ami így első hallomásra annyira nem tűnik bonyolult feladatnak szerintem, de ezek szerint mégis az. Ezek szerint mégis az. Na mindegy, nagyon remélem, hogy az embereim partnerek lesznek abba, hogy ezt megcsinálják. Felpakoltuk száradni a fákat. Nagyszerű, 3 darab fánk még van. És feltöltöttük tűzifával ezt a desztillálót, ugye? 8 darab, így is van. Ez pedig 1 darab, 2 darab tűzifa kell a víz lepárlásához. Nem tudom, hogy a játék készítői mennyire tesztelték ezt a rendszert, de én feltételezem, hogy volt gondjuk rá, még mielőtt kiadják, és azt is feltételezem, hogy a korábban megszerzendő fém mennyiséget már át tudtam volna alakítani, hogyha én abba az irányba megyek el. De ez a mostani játék nekem is így a legelső között van, tehát mindenféleképpen egy teszti jelleggel készült mindaz, amit láthattatok. A mostani részekben van még 2 kanyarunk a fémgyűjteményhez, ami egészen gyorsan meg fog történni, hogyha kipakoljuk természetesen ezeket a dolgokat. Az viszont jó, hogy senkinek nem jelenik meg orvosi kezelésre benyújtott igény a feje fölött. Tehát senki nem sérül. Ez egy pozitívum. Ami azt jelenti, hogy mindig annyit gyógyulunk. Na álljunk meg. Az igen. 1 és 2. Oké, na számoljunk. Ott van 9. Jó, oké, számoljunk. Víz. Ehhez kell nekem 6 darab, ami 12 fémet jelent. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 darab. Tűzifával megint hadilábon állunk. 12 fémet jelent, és csavarból kell nekünk 20 darab, ami 10 fémet jelent. Ami azt jelenti, hölgyeim és uraim, hogy meg tudjuk csinálni az újabb épületünket, amit pedig ide fogok lepakolni közel a tartályhoz, és lehet, hogy le is tudjuk kapcsolni az egyik desztillálót, ami kevesebb tüzelőanyag elégetésével jár, illetve gyorsabb vízhez jutással jár együtt, így kézen fogva. Oké, akkor most várnunk kell. Várnunk kell, hogy a munkásunk itt elkezdjen dolgozni, és várnunk kell, hogy legyen megfelelő mennyiségű tűzifánk, és kajával jól állunk. Tehát ez 7 embert simán ellát. Simán. Ez problémamentesen. Simán jók vagyunk. Tehát 7 embert ez a... Mi a neved, barátom? Fish kebab. Fish kabob. Simán ellátja ezt a 7 ember plusz a sirályt, tehát ugye 8-at. A sirály ehet ugyanúgy szárított kaját is, de neki szerintem ugyanolyan 100%-os igénye van. Ami 100%-a az éjsége. Igen, ugyanúgy, mint az embereknek is. Nincsenek számok, nincsenek mutatók, 100% van, és csókolom. Ennyi. Oké, 6 darabban rendelkezünk, kell 10 darab, 5-öt most gyorsan kijelölök. Jó, ez lehet, hogy gyorsabb lesz, mint ahogy én azt elterveztem, ahogy én azt gondoltam. És hogy állunk itt? Fémmel 2 darab, és megyünk is az egyetlen autóért, és össze is szedtük ezt a területet, ami fantasztikus. Következőnek pedig kijelölöm, hogy ezt a szigetet szedjük össze. Illetve a gyűjtögetőnk 14 darab fát tud még begyűjteni ebből a dologból. És nekünk kellene még egy. Szintén fa begyűjtésére, amit pedig oda elküldünk. Egészen jók vagyunk. Nincsen tűzifa. 20 darab van. Lehet, hogy itt megállt parancsolunk. Mondjuk ezt a 20 darabot pillanatok alatt elviszik, tehát én úgy érzem, hogy a játék nagyobb számokkal operál. Akár ilyen
50-nel, 100-zal, ahol már úgy látszik, hogy hogy változik a mutató. Mert hogyha folyamatosan azt mondanám, hogy csináld a fát, a fát, a fát, a fát, a fát, akkor nem, hogy hasogassa. Oké, megjelentek az első keresztek. Ami annyira nem kellemes. Akkor csavar 1, 2, 3, 4, 5. És megnézzük végre, hogy mit is biztosítanak. Milyen tempóban gyártja a vizet? Ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos kérdés, ami engem eszméletlenül foglalkoztat. Van már valami? Nincs még valami. A nyers fát gyűjti be, illetve a nyers halat. Kajával abszolút jól állunk. Abszolút jól. Tűzifával nem állunk jól. De csináljuk. 3 darab már készen van a csavarból. Igen, ezt valakinek nagyon-nagyon csinálni kellene. 3 darab fém be is van szállítva, ami a követelményeknek teljes mértékben megfelelő. És gyógyulunk meg! Oké, jó. Lehet, hogy feltűnik ez a kis kereszt, a zöld kereszt, de aztán fogyasztunk egy kis vizet, és teljes mértékben rendben vagyunk. Tehát, hogyha a nyersanyagotok nem lesz más, mint nulla, akkor sincsen nagy probléma, mert ellátjuk végül is, csak egy kis élettel fizetünk. Azt nem tudom, hogy ha mondjuk sérül a karakter, akkor lassabb lesz, lassabban dolgozik, lassabban fut. Ezeket tudom elképzelni ilyen alternatívaként, hogy a játék hogyan kompenzálja azt, hogy figyeljünk oda. Nagyjából. Elindultunk, 10 fát osztunk be, aminek lesz helyei tűzifa képében. Ebben nagyszerű szigeten, és már csak egyetlen egy csavar elkészítése volt folyamatban, és most már jók vagyunk. Csak valakinek be kellene hozni azt, hogy 18 darab csavart. Megvagyunk. Oké, jó. Az egyik általam legjobban várt épület érkezése következik, hölgyeim és uraim, és a kutatásokkal kapcsolatban akár ebbe az irányba is elmentünk, 17 kutatópontunk van, és azt követően pedig ugye egy újabb 15-ös megszerzésével halászhatunk úgy, hogy a hínát cseréljük harra. Tehát amit begyűjtünk, azt kajára fogjuk cserélni. És így jutunk előrébb. Én örülnék egyébként egy ilyen hínár tenyészetnek is akár, vagy valami hasonló dolognak. Vagy mondjuk egy ilyen nagyobb kanállal iszapot szedjünk fel, és azt egy ilyen ott növénytermesztés jelenjen meg a hajón. És igen, értáltuk a buoyancy-t, de nekem az a játék annyira nem jött be, mondjuk hozzá kell tenni azt is, hogy a flotszám érkezése egy hónapban volt ugyanazzal a játékkal, és én inkább ebbe akartam belefektetni az energiámat. Mint a buoyancy-ba. Na miért nem viszitek el a tűzifát? Jön itt a fantasztikus 3 forintos kérdés. Mert mindenki pakol. Igen, most kajával kicsit lecsökkentünk, 11. Szigorúan 0 vízzel. Arra ezt, hogyha beindítjuk, arra kíváncsi vagyok, hogy mit termel és vizet termel, hogy milyen tempóba termel, azt akartam mondani konkrétan. És azt követően, hogyha ezt megnéztük, mehetünk az ismeretlen felé, ami szintén eszméletlen kíváncsivá tesz. Örülök, hogy a játék úgy operálja a saját rendszerét, hogy nem mutat meg mindent. Nem mutat meg mindent. Ez egy szerintem jó pont. Ez egy egészen jó pont. Itt van még 22. Szerintem 45 fa van így a zsebünkben. Akár egy kis műanyaggal is megajándékozhatjuk magunkat, és egy újabb fa teleppel. De majd, hogyha az ott meg lesz. 20 fa van, 3 kutatópontot kaptunk, és elkészültünk! Elkészültünk a kerékpár által folytatott égetőbe, ami azt jelenti, hogy... szuper! Egy vizet, egy fűtő anyagért cserélünk. Oké. Küldjük! És szerintem ezt én... le is kapcsolom. Ezért nekünk nem kell. Ezt majd le fogom bontani. Sőt, off. És megjelenik egy nagyszerű kis sötét villanykörte. Oké. Na gyerekek, ez legyen a feladat. 4-et gyorsan tapossunk ki a földből. 7. Viszünk be még tűzifát? Vagy nem tudom, hogy miért nem csinálják. Hát rakodnak, azért nem csinálják. Nemes egyszerűséggel, rakodással töltik a matrózaim az időt. Oké, ott sincsen tűzifa, 22 tűzifa van. És végre elkezdte tekerni, ez a drága,
A játéknak a fejlesztői kirakták, hogy a jövőben várható lesz a közelebbi zoom, mert ez nekem eléggé távol van. Főleg akkor, hogyha mondjuk így telefonról nézitek a dolgot, és minden jóval kisebb, nem úgy, mint egy monitoron. És eszméletlen pici az egész. Én is inkább... gyönyörű! Én is jobban szeretném, hogyha ez másképp működne. Zseniális! Nagyszerű, egy tűzifát még hozzunk ide be, és újabb 4 vízzel ajándékozhatjuk meg a rendszerünket. És ebből akár már... lerakhatunk 2-t is, hogyha lesz elegendő fémünk. Ami azt jelenti... hogy szükségünk van, ugye... 12-22 darab fémre, ugye? Igen, 2/1. 22 darab fémre van szükségünk. És műanyagra, mert műanyagunk sincs úgy igazán. Oké, én ezt le fogom venni. És egy kis műanyagot szeretném, hogy behozzanak. Megnöveljük a területet, egy 62 darab műanyaggal ellátott zónára tervezünk érkezni. Egy cuccunk az rendesen van bent. És még tűzifa is van, úgy látom. Igen. Még tűzifa is van. És szigorúan nulla víz. És ez jó lenne, hogyha folyamatban csinálnák. 1/1, és ezt is lekapcsoljuk. Ugyanis elméletileg egy emberem van, aki a víz előállításával szigorúan foglalkozik. Scurvy! Hello. Hello! Gyorsabban fárad el, nem baj. Tekerje a barátom, hát ha megerősödik a tested. Hát egy újabb adagot legyárthatunk még. Azt mondja, hogy 23 másodperc alatt gyártjuk le. 30. Tehát, mi a matematika ennek? 23 másodpercig tekert, nem. Hány másodperc? De, 23 másodperc alatt állítunk elő 4 tűzifából 4 vizet. Ellenbe a desztillálóknál 30 másodperc alatt állítunk elő 1 vizet 2 tűzifáért. A lehető leggyorsabban meg kell csinálni ezt az épületet. Csak ugye a fémtől függ, hogy meg tudjuk-e. És én a Deconstructra kattintok, mert ezekre az épületekre már nincs úgy igazán szükségem. Azt is, és azt is le fogjuk szedni. Tényleg a Deconstruct az hogy néz ki? Oké, leszedjük az elemeket. Nagyszerű, még ezt nem is volt lehetőségem megnézni. És ugyanúgy, ahogy felépítjük, ugyanúgy le is bontjuk ezeket a dolgokat. Még egyet fogok csinálni ebből a pedálozógépből, és most már, hölgyeim és uraim, várható lesz, hogy a vízünk pozitív irányba lendül előre, és talán egy kis műanyagot meg fát sikerült megmentenünk ebből a desztillálóból. Elméletileg. A bójákat megnézem, 2 darab telep maradt, hal telep maradt, és ugye plusz felszabadult egy emberem, mert 2-t foglalkoztattam itt a desztillálóknál, és itt csak egyetlen egyet kell, mi így is egy ember energiáját felhasználva. Te mit horgászol? Te mit csinálsz? Beragadtunk! Parkolj le! Beragadtunk. Igen, ezt írták a játékba, hogy előfordul, hogy így beakadnak a dolgok. De nincsen semmi gáz, szerintem tovább fogom menni az ismeretlenbe, hölgyeim és uraim. Oké, leparkoltunk. Jó. Már megijedtem, hogy egy embert itt kell hagynunk, vagy ott marad aztán éhen hal szerencsétlen. És végre látszik az egyes itt. Végre is. És eltűntek. Eltűntek a kis ikonok. 30 darab hal van. Mi arra vár, hogy megsüssük. Jóval kevesebb tűzifát használunk el, és fel tudjuk halmozni végre a készleteinket. 65 darab száraz fánk van. Ami azért azt kell mondanom, hogy egy óriási előrelépés. Most jutottunk el nagyjából másfél óra játékot követően arra a szintre, hogy úgymond önfenntartóak legyünk. Ugye a játék első szakaszában volt valamennyi fémünk, mi döntöttük el, hogy mi legyen annak a sorsa, amit össze tudtunk szedni. Mire költöttük el amúgy a fémet? A raktárra? Valószínűleg egy részét a raktárra költöttük el. A másik részét pedig itt, a Scrap Smith-be. Tehát mindenféleképpen 2 fémet kell úgy beterelnünk. Nagyon jó, 12, 14, 20, szuper. Mehetünk is tovább az ismeretlenbe. És tovább. Újabb pálya! Ugyanaz, mint az előző. Előről kezdhetjük, csak más irányt tudunk
Megnézni? Nem tudom. Our current position. Oké, akkor menjünk ide. Mert ez eddig ugyanúgy néz ki. Ja, és akkor így játszhatjuk újra is úr. Ah, értem. 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 Igen, játszhatjuk újra és újra és újra. Tehát ezért voltak a külterületen tárgyak. Oké, megértettem. Tehát hölgyeim és uraim, a játékot újra játszhatjuk. Akárhány embert megszerezhetünk. És újra és újra és újra folyamatosan fókuszálhatunk a dolgokra. Azt hittem, hogy egy teljesen idegen környezetbe fogunk kerülni, de ezek szerint nem. Egyetlen egy térképünk van, amit folyamatosan játszhatunk, és más irányokat preferálva begyűjthetjük éppen azt, amire szükségünk van. Embert, vizet, nyersanyagot, bármit. Az mondjuk érdekes. Jó, egyetlen egy algatelepet találtunk. Azt még találhatunk következőnek is. Ez egy nagyon fontos információ, srácok, lányok, mert a játék jelenlegi állapota itt, ezen a helyen, ezen a szinten van. Gyorsan lerakok ide egy műanyag begyűjtőt ide, csak hogy eléggé közel legyen, hogy összezavarjam szerencsétlen embereinket. És van itt elméletileg egy hely, amit tudunk farmolni, de fémet majd csak itt találunk valahol, úgyhogy lehet, hogy megpróbálunk az alsó részre menni, és amúgy nem muszáj megmenteni az embereket, hogyha nem akarjuk, ez mindenféleképpen egy lehetőség, de amennyiben szeretnétek, hogy ez egy óriási kolóniával nője ki magát, azt mindenféleképpen odalent hozzászólásba tegyétek, adjátok az én tudtomra, és akkor meglátom majd, hogy mekkora úszó erődöt tudunk kihozni belőle. De nagyjából ezzel a tartalommal rendelkezik a játék, még néhány épületet biztosan meg fogunk csinálni, úgyhogy mindennel rendelkezzünk, amivel csak kell. Hölgyeim és uraim, ez volt a Flotstemnek a harmadik része is, gyakorlatilag megtudtuk, hogy a játék az ismeretlen vizek után mit tartogat nekünk. Még lehet, hogy vannak meglepetések később, de én ezt szűrtem le a látottakból. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen még egyszer a figyelmet, én Uno voltam, és még mindig találkozunk legközelebb is. Szevasztok! We'll be right back.